Bár csökkent a halálos kimenetelű közúti közlekedési balesetek száma, a súlyos vagy enyhe balesetek száma jelentősen nőtt a tavalyi évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A 8%-os növekedés több, mint 1000 balesetet jelent. Ezek nagy részét az autósok okozták, de 150 esetben a kerékpáros, 33 esetben a gyalogos és 21 esetben a motoros volt a baleset okozója, a miérteknek pedig számos oka lehet. Igazániból egyetlen okot nem lehet mondani. A társadalom leképzése van az utakon, nagyon sokféle ember, egyre rohanóbb világban élünk, egyre kevésbé figyelünk egymásra, és nyilvánvalóan ez megjelenik majd az utakon is, azáltal, hogy gyorsabban megyünk, figyelmetlenebbek vagyunk, már máshol jár a gondolatunk vezetés közben, és az magában hordozza a baleset veszélyét, ami sajnos be is következik. A megyei adatok nagy részét a nyíregyházi esetek teszik ki, ezért a bizottság egy közös gondolkodást kezdeményezett a városvezetéssel. Egy olyan operatív munkacsoportot szeretnének létrehozni, amelyek folyamatosan vizsgálják majd azokat a problémákat, amelyeket a városlakók egy központi e-mail címen bejelentenek. Ezek az intézkedések főleg a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságjavítására szolgálnak majd, valamint az értelmezhetetlen közlekedési jelzéseket teszik egyértelműbbé. Úgy gondolom, minden rendezvényünkön megtalálnak minket azok az állampolgárok, akik valamiféle problémával találkoztak. Ebből kifolyólag jött talán ez az ötlet is, hogy jó lenne egy központi e-mail címet, egy funkcionális e-mail címet létrehozni ez ügyben, hogy ne csak egy ilyen rendezvényen találkozhassunk magával a problémával, illetve ne csak mi találkozunk ezekkel a problémákkal, hiszen a rendőrség önmagában kevés ezeknek a megoldásához. Amiben tudunk, mi segítünk, jelezzük a megfelelő helyekre, és ezért lenne jó ez a munkacsoport létrehozása, ahol együtt vagyunk a társszervekkel, közösen és gyorsan, hatótósan tudunk tenni ezekben az ügyekben, és az állampolgár azt fogja látni, hogy lám-lám, gyorsan és hatótósan megoldódott a probléma. Az ülésen elhangzott, idén folytatódnak azok a rendezvények, amelyek az elmúlt években sikeresek voltak, mint például a Közlekedik a család, vagy a Suli Moped program. Valamint szeretnék népszerűbbé tenni a rutinrókák kampányt is.